Október kampányt hirdetett, azaz októberben oktopuszokat, polipokat horgolni hívott minden segíteni vágyót két komáromi fiatalasszony. Kovács Zsófi és Vajlik Noémi maguk is kézművesek, és úgy döntöttek, saját készítésű, színes és bababarát anyagból készített polipjaikkal kellemesebb és vidámabb helyé teszik a komáromi kórház újszülött osztályát. Egyszerűen jutott eszünkbe, hogy mi volna, hogyha elhoznánk mi is Komáromba ezt a horgolt polipot. Addigra már az interneten mind a ketten tájékozottunk arról, hogy ez külföldön nagyon népszerű, és nagyon lelkesek, a kórházak is nagy szeretettel fogadják. Az ember nagyon szereti a közösségét építeni, és valami olyasmivel járulhatunk hozzá, ami egyedi és különleges, az elegendő volt most ehhez a kezdeményezéshez, és ez az a szeretet, amit beleadunk ebbe az egészbe, az azóta is kitart. A koraszülött babák számára készített horgolt koripok, polipok ötlete Dániából származik. A pihepuha állatkák ölelhetők, karjaik abba is segítséget nyújtanak az inkubátorban fekvő koraszülött babáknak, hogy a csövek helyett azokat fogják, azokba kapaszkodjanak, és így nyugtatóan hatnak rájuk. A polip karja a köldökzsinort is hivatott pótolni, amely az anyaméhi biztonságát eleveníti fel a picikben. Persze a kézzel horgolt polip nem csak a koraszülöttek számára kedves és segítő ajándék, az újszülöttek részére játéknak is tökéletes. Komáromban nem koraszülött, hanem újszülött babák vannak, akiknek adományozunk, de fantasztikus dolog az örömöt látni az anyukák arcán, hogy kapnak egy ajándékot, egy olyan különleges ajándékot, ami nem egy hétköznapi játék, azért sem, mert van egy funkciója, hogy megnyugtatja a babákat, másrészt pedig kézzel készült. Zsófi és Noémi immár harmadik alkalommal horgoltak polipokat az újszülötteknek. Első alkalommal csak ketten, majd közösséget építettek, hagyományt teremtettek. Fél évente megyünk a komáromi kórházba, egyszer gyereknapra, egyszer meg karácsony környékén, és éppen számoltam, hogy ez most a harmadik workshopunk, 15-20-an mindig vagyunk. Mert hogy a kézimunkázó hölgyek nem csak otthon szorgoskodnak a polip készítésben. Az ötletgazdák közös horgolásra, ezúttal gútára hívták a segíteni kívánókat. Együtt, alkalomattán egymást tanítva, jó tanácsokkal ellátva, szorgosan dolgoztak. Nagyon jó ötletnek találtam, illetve nagyon aranyosnak, ezért gondoltam, hogy csatlakozok. És nagyon örültem, mikor láttam ezt az oktopert, és nagy örömmel csatlakoztam be én is. Horgoltam otthon is, és eljöttem egy kicsit közösségépítésnek. Katalin már második alkalommal vett részt poliphorgoláson. Nekem is két gyerkőcöm van, és mind a kettő már úgy nőtt fel, hogy az lényegében az első kis barátja között egy polip volt, és hát akkor nekik volt ez a szerencsék, hogy medúzát kaptak, és hát a fiam az imádta. Az elvégzett munkát nem csak a polipok sokasága és a jótékonykodás kellemes tudata, hanem egy közös polip tortaevés is megkoronázta. A lányok nem tűztek ki szigorú mennyiségi célt. Azt mondták, ha 20 polip összejön, ők annak már nagyon örülnek. A gútai közös horgoláson hamar kiderült, ezt a célt többszörösen túl teljesítették a komáromi és környékbeli ügyeskezű lányok, asszonyok.